kísérletek ételrel három egyszerű kis ételt szeretnék önöknek bemutatni. A dietét ételt sötét üvegben tároljuk, mivel a fényre érzékeny, bomlékony anyag. Egy keveset kitöltök ebbe a főzőpohárba. Majd ebbe az öt előre kerül tisztelt peti csészébe töltök úgy, hogy a folyadék csak a peti csészék alján helyezkedik el. Az első kerül kicsivel több. Petticsészében található folyadékokhoz égő gyújtópálcát közelítek. Figyeljük meg, mikor gyullad be az étel, és mi történik a többi petticsészében található folyadékkal. Jól megfigyelhető volt, hogy az étel akkor gyullad be, amikor még a láng a peti csésze fölött helyezkedett el, tehát nem a folyadékot, hanem az elpárolgó gőzöket gyújtottam meg. Majd az ételgőzök diffúzióval átjutottak és belobbantották a másik négy peti csészét is. Az utolsó négy peti csészében már elaludt a láng, mivel megszűnt az égés egyik feltétele, az éghető anyag jelenléte. Letakarva a peti csészét, igaz, elalszik a másik, az első peti csésze is, mivel megszüntettem az égés másik feltételét, az oxigén jelenlétét. Az égő étel elfogyasztotta a letakart peti csészében található ételgőzöket. Ha megnézzük az óraüveget, látható, hogy vízgőz lecsapódott, bepárásodott, bizonyítva, hogy az étel égése során vízgőz és széndioxid keletkezik. A kísérlet azzal megrázható, hogy az elpárolgó ételgőzök, mivel az ételmolekula sokkal nagyobb moláris tömegű a levegőt alkotó részecskéknél, így a relatív sűrűsége nagyobb, ez a lefelé száll, lefelé törekszik, lesüllyed, és a lesüllyedő étel molekulák gyújtották be a többi peti csészét. Az ételnek ezt a tulajdonságát egy másik kísérlettel is alátámasztjuk. Egy gumiszedálványra egy üvegtöltséget helyeztünk, amit egy gumicső segítségével egy másik üvegcsomkkal kapcsolunk össze. Ebbe egy ételben megnemesített vattát fogok belehelyezni, amelyet később a harmadik kísérletben is felhasználunk. Beleteszem a vattát a töltsérbe, majd letakarom. És egy rövid várakozás után égő gyújtópálcát tartok az üvegcső alsó végéhez. Jól látható, hogy az éghető anyag lejutott a csőn keresztül, és így begyulladt, lángra lobbant. Tehát az étel, az elpárolgó étel gőzei lesüllyednek, és itt meggyújthattuk őket. Az égést úgy tudjuk megszüntetni, hogy leveszem az óraüveget, eltávolítom a vattát, és természetesen elfogy a csőből, a rendszerből az éghető anyag, és így a láng elalszik. A párolgó étel sok hőt von el a környezetéből. Azaz a párolgása erősen endoterm folyamat. Ha kezünkkel fogjuk meg, akkor hideg érzetünk támad.
ezt is a harmadik kísérettel támasztjuk alá. Látható, hogy a hőmérő higany szállnak 20 fokon szobahőmérsékleten helyezkedik el. Majd a hőmérőnek a folyadékos részét egy ételrel átitatott vattuta pamacsba helyezem, és nézzük meg, mi történik ennek a hatására. Jól látható, hogy a higany szál erősen lefelé szalad, már csak 13 fokon vagyunk, azaz valóban az elpároló étel sok hőt elvonva a környezetéből lehűti a hőmérőt. Köszönöm a figyelmet!